A legutóbbi képviselőtestületi ülésen jelentette be Domonyi László polgármester azokat az energiaracionalizálásra irányuló lépéseket, mely az áram és gázfogyasztás tekintetében segítik stabil helyzetben tartani a város költségvetését. Az ülésen elhangzott, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a város nem indít önerős pályázatokat, azonban ez alól kivételt képeznek azok az energetikai beruházások, melyek elengedhetetlenek az energiaracionalizáláshoz az intézményrendszerünkben szinte az összes kazánt 25-30 éve építették be, és ezek a kazánok bizony most már korszerűtlenek és pazarlók. Nem sikerült még minden kazánt kicserélni, ezért döntöttünk úgy, hogy a korlátozó intézet, intézkedések ellenére ezeket a típusú beruházásokat nem állítjuk meg. Így aztán kazáncsere lett az Árpád utca 8-ban, ott már az új kazán dolgozik, a szociális intézményünkben, az idősek otthonában egy, egy ütemű kazáncsere már megtörtént, a második ütemet most fogjuk végezni, kazáncserére vár a könyvtár. A kiskörösi óvodák Kőrisfa épületénél fontos energetikai beruházást terveznek. Itt folyamatban van egy 50 kilovattos napelempark létrehozása. Az önkormányzat pályázati forrásból kívánta a fejlesztést megvalósítani, de a jelenleg kialakult energiaváltság okán saját erőből indítják el a fejlesztést. De minden olyan beruházást támogat az önkormányzat, ami energia megtakarítást eredményez. A Petőfi Sándor művelődési központnál fűtőpanelek beszerzésére került sor. művelődési házat, amit kijelöltünk egyetlen közösségi térnek a téli időszakra a városban, fűtőpaneleket vásároltunk, pontosan azért, hogyha van egy tánccsoport, van egy tornázócsoport, van egy babaklub, eh, akkor ne kelljen az egész művödési házat gázzal felfűteni, eh, mert a művödési házban van most 18 fok, de azért azt tudjuk, hogy egy, egy kisbabáknak eh, egy, egy táncra már mondjuk lehet, hogy jó, de egy, egy konferenciára már hideg. Akkor, akkor csak azt a blokkot, amit eh, kijelöltünk eh, az eseményre, kisebb teret, azt fűtőpanellel fel tudjuk villanyjal fűteni. A polgármesteri hivatal épületében is klímákkal fűtik fel az épületet, és amíg lehet, nem szeretnék a gázkazánokat elindítani, hiszen a gáz ára 8-10 szeresére emelkedett, míg a villanyék két és fél a korábbinak. Az észszerű energiafelhasználásnak pedig már most van kézzel fogható eredménye. Az egyértelműen látszik, hogy a gázfogyasztásban drasztikus csökkenés van. Eddig, ugye most azt nézzük, hogy október és november eleje van, eljön persze az az időszak, amikor óhatatlanul már gázzal kell fűteni. Az önkormányzati intézményeknél bevezetett energiatakarékosság nincs arányban a nagymértékben megemelkedett gáz és villanyárakkal. Előre vetíthető, hogy nagy terhet fog róni a város költségvetésére a fűtési szezonban elhasznált energiaára. Egyértelmű, hogy nem tudjuk kitakar, kitakarékoskodni ezt a 8-10-szeres gázár növekedést, még a két-háromszoros villanyár növekedést sem lehet kitakarékoskodni. Az energiaracionalizálás esetében a cél az, hogy a növekményt minél inkább visszaszorítsák. Egy 40%-os emelkedést még biztonsággal elbír a város költségvetése.